Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat ide Sátoraljaújhely Városi Könyvtárába, ahol Schaffer Erzsébet író-olvasó találkozója kezdődik hamarosan. Amíg elkezdődik az esemény, elfoglaljuk helyeinket. Önöknek nagyon jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánok! Köszönöm! Jó napot! Szervusz! Isten áldja! Mindent egyet valamivel jelzi, hogy szükségünk van egymásra. Ennek ez a fordítása a köszönés, hogy te tudod, hogy én ki vagyok, én tudom, hogy te ki vagy, egyszer majd kell lesz nekem. Lehet, hogy soha nem, de lehet, hogy volna kell egy tojás, volna kell egy gyerekje, lehet, hogy... És ezek a találkozások, ez a találkozásoknak az egyik formája. A másik az, és ezért nincs baj az emberiséggel, még akkor is, ha baj van, mert még mindig köszönnek. Itt legalábbis azt láttam, hogy köszönnek az emberek. Ez attól van, hogy befogható a tér. És ezért nem jó nagyvárosba jönni. Lehet, meg az ember megtalálja a módját is a házban, a kerületben, a utcán, a kis töreiben, de leginkább befogható kis helyeken jó élni. Ahhoz vagyunk, arra vagyunk kitalálva. Nem a hatalmas városok, de ezt nagyon pontosan érzi már az ember, és erről beszélt később a Lorenz is, hogy azért, amikor már a nagyvárosban közlekedő ember nem tudja ezt a köszönését megoldani, mert nem tudja, akkor elkezdi magát rosszul érezni. Nem tudja, hogy mitől. A stressznek ez az egyik fajtája. Nem tudja, hogy mitől érzem rosszul, nem tudok köszönni. Jönnek, mindig új arcok, még több információ, mert egy arc is arc, és nem tudom azt mondani, hogy te vagy. Én életünk falusi lány vagyok, életünk testvérünk, minden buszvezetőnek köszönöm, mert ő legalább olyan volt, hogy hozzáálltam, és nem tudom tovább, ami fura volt, de aztán lefogtam róla. Szóval, hogy a találkozásoknak ez az egyik, az első, a legfontosabbja, és ha ez megvan, ha a gyerekem megszokja azt, hogy megerősítem, azt mondja, hogy csókolom, akkor valami már jó van, akkor ott valami rendes kezdődik el. Na, a másik találkozás fajta nekem nagyon sokat vonatkozom. Most ugye kocsival jöttem, ez ritka, ez a ritkább alkalom, de sokat utazom vonattal, messzi távoli utakra is, és hát a vonat nem lehetném, vagy legalábbis lehet, de azért egy hosszú úton az emberekhez beszélgetni. Azelőtt régen gyerekkoromban mindennapos volt, de most is látom, hogy nem olyan régen. Nyíregyházára mentem, és egy olyan 50-60 közötti földi kislányban. Egy csonka kezű kislányban. De a kislány egy laza mozgási helyes gyerekkor nem is zavarta, egy idáig volt a
bal keze csak önki tartott. És olyan laza volt, és olyan jó kedvű, és akkor egyszer csak azt mondja, kiderült a nagynénikéje, vagy nagymama nagynénikéje volt, hogy elkezdtek enni a ülésen, és dobozból sütenünk tettek, és akkor én már ott sokáig régóta nem eztünk egymással, és akkor azt mondja, és ez az előtt gyerekkoromban mindennapos volt, ha vonaton ültünk, megkívánhatom. És én ezért, mert sokat vonatkozom, és erre emlékszem, mindig hordok magammal, hát nem sütemény, hanem egy kis pálinkás biztos. Helyes kis, nem nagyon. Nem lehetett, és akkor eljegyünk valamilyen helyzetig, mert a játék is jó dolog, a találkozásokban, az emberek között kapcsolatban, mert ez a másik nagy, szerelmetes vizsgálódási területen az emberek közötti kapcsolat, mindenféle kapcsolat. Ott a jót tesz a játék. Na és a játék, vagy a kínálásban, amikor én előveszek a biztos, és azt mondom, hogy ne haragudjon, egy kockán, és akkor erre vagy azt mondják, hogy de sokféle beajánlás van, akkor van egy kicsi együtt poharam, akkor törtünk, kockintünk, hoppá, és akkor a kínálás, mert a kínálás is része ennek a bizonyos találkozásnak. Hála Istennek, Benelőrelától, mit tudom én, Kuala Lumpurig, itt jártam, meg itt is jártam, mindenhol várja a kócs, hogy mindenit megkínálják az ember. És én is megkínálom, ha hozzám bejön valaki. Mondta is azt mondta, hogy vigyek egy kis fogácsát. És ez is valami olyasmiről szól, hogy a világgal sok baj van, de ezekkel a dolgokkal, amik megmaradnak, és muszáj, hogy megmaradjanak, ez rendben tartja. Na, és akkor a vonatok egy ilyen kicsi pálik, portpálika után sok minden nem elkezdődik, hanem folytatódik. Múltkoriban Debrecenbe utaztam, tél volt, és nagyon kemény idő, lehetett tudni, hogy nem biztos, hogy időre odaérünk, sőt, biztos, hogy nem érünk oda időre, én jóval előbb indultam el, és olyan korán, hogy még lehetett válogatni a vonaton a helyekbe, tehát még hallani? Lehetett hallani, válogatni a hová üljek, és én szeretek, ha már lehet, olyan emberek mellé akiken érezni a föld szagát, a földön, a földet, az, hogy közük van a földhöz. Két egy idős úr volt olyan, hát úr, inkább azt mondom, hogy egy gazda ember volt, aki szerintem nagyon így, csak nem így hívjuk. Egy gazda ember volt, és olyan 70 körüli, és vele szemben egy fiatal ember volt. És mondtam, hogy mindenképp olyan napban nyitott volt. Január volt, és mégis lehetett látni, hogy kint vannak a levegőnek, és valahol kint élnek, vagy többet vannak kint, mint benn. Na és mondom, hogy szabad belőni, felejtett, tessék parancsolni, elvették a táskát, ugye négyes ülésre ültek, és egy fél óra, ahol nem tettek, fél óra elindult a vonat, és akkor azt mondja a fiatal ember, hogy Krista bácsi, van még abból az anyatej? Azt mondja, hogy fiam, mert már ne. Jó gondolat. Csomag tartozva előveszed le. Két üteres, farisnyába húzott. Üdvegyek! Meg a csomag tartta, azt mondja, van. Akkor lerakta két ilyen. Két üteres sörös poharat, és öntötte. És ebből is látjuk, hogy a föld emberei megfogták a poharat, egymásra köszöntötték meg majdnem,
De ott voltam én is, és így rám jött, mint kiderült Pista bácsi. Mondom, hogy van poharam. És elkezdtünk beszélgetni, egy máig élő kapcsolatban. A bácsi az Pista bácsi Füredről indul, és Berekjó útvaluba mentek, mert a fiatalember egy darabig Füreden dolgozott, összefele egyébként. Nagyon jó volt a Lindu ilyenkor. A vonat, most ezt gyorsan beteszem, ezt a történetet nem azért akartam elmondani, csak hogy a játék és a kínálás minden helyzetben jó színű. Az nem tud rosszat színű. És hogy erről nem szabadna ma sem leszetni tulajdonképpen. Kicsit elzár. Az már nem annyira az a kupés utazás. De nem baj. De lehet ott is pálinkázni. Na és nem is a pálinkázáson van a lényeget, biztosan, pontosan értjük. És a vonat ment egy darabig, de aztán egyre lassabban ment és megállt. Lefagytak a váltók, végig-végig szinte, egész úton, alig-alig alattunk. Azt hiszem Püspök Ladányán megállt, és nem tovább a vonat. Addig, ami már egész jól volt. Amulatban, nyugodtan, már nem akartuk odaérni pontosan, már tudtuk, hogy már nem is lesz ebből annyira semmi. És akkor felült a szembe a másik oldalon egy nagyon ideges úrül, és egy még idegesebb 40-es nő. Beletennek el a fordat. Odaérni egy tárgyalásra, csapkodok, mondta, de belemi a mágot, hát egy borzasztó, az egy egész lényes, Örgönyös úr pedig egy professzor volt, aki tanítani mond, órát adni, beletem az egyetembe. És akkor már állandóan mondták egymásnak, és kergették egymást az álló vonalba. Hát nem tudjuk, hogy nem indul el, jött a falahoz, és mondta, hogy nem tudni, hogy mi lesz. Hogy 10 perc, 60 perc. És akkor azt mondja Pista bácsi, hogy elsütett. Próbáljuk őket is megnyugtatni. Megcsináltuk, de az azt, hogy nem tudatva elmondta, nem, ez az egyik nem határ, ez az egyik nem egy borzasztó állapotok. És akkor azt mondja a Pista bácsi, hogy az embernek ugye alkalmazkodnia kell. Ha nem megy a vonat, akkor nem szabad megőrülni tőle. Hát ez nem a bírósásra fog. Nem megy. És volt egy öreg, természetgyógyász barátom, egy bölcs öregember, aki azt mondta, hogy ha nem alkalmazkodunk, nem csak a mindenféle változáshoz, az agyunkkal, akkor megbetegszik a szívünk. A lelkünk, az egész mindenünk. Muszáj. Nem muszáj mindent elfogadnunk, de valahol muszáj alkalmazkodni. Egy álló vonatba nem akarunk bevezetni. Na, szóval, hogy ezt most csak igazán a kortyindás miatt mondom, hogy a találkozások nagyon-nagyon sok felé viszik el az ember. A találkozásoknak a harmadik fajtája pedig legalábbis számomra az, amikor a sajátjaimmal találkozunk. Mert ugye együtt élünk a gyerekekkel, a szüleinkkel, én már sajnos nem, de a mieinkkel, és olyan sokszor nem biztos, hogy találkozunk. Azok az igazi nagy találkozások, amikor tudom a másikról, hogy nincs köztünk fal, hogy ugyanazt gondoljuk, vagy legalábbis pontosan ért engem, és én is értem őt. Inkább példát fogok mondani, én az édesanyámmal való találkozásomkor vettem észre, vagy tudatosult bennem, hogy mi is az, amikor az ember a másikkal igazán összetalálkozott. De ezt majd most félrerakom. A találkozásokban egyébként, amiket most majd azért csak történeteket mondok, mert a prédikálás egy dolog, történeteknek elmesélik a lényeget. A pirkokat is, a találkozásokat.
egyszer ez egy pesti történet, villamoson utaztam. Délután volt, nyugodt idő, olyan 2 óra felül. Csöndes volt a villamos, és nem volt tömeg, és egyszer csak nyílik az ajtó az egyik megállónál, és fölvágódik a villamosra 2 borzalmasan kínozó kislány. Olyan 14-15 évesek lehettek, feketére volt a kiteste, feketére a szemük. Akkoriban, tehát ez egy olyan 8 éve lehetett, és borzalmasan viselkedtek. Ilyen, mi ez? Fújták a lábogumit, igen, a fülükbe ott volt ez a ketyere, a fülhallgató, verték a kaktust, azt mondtam a zenére, amit csak ők hallottak, levágták magukat az ülésre, és csúnyán, hangosan átfogtak, kiabálta, borzalmasak voltak, és kicsit voltak, vékonyak ilyen, és 8. kerületi tenészvilág kislányok, tehát tényleg rémis volt, és ez így ment. És két magállott nekünk, és én gondolkodtam, hogy mit csináljunk? De nem csináltunk semmit, mint az arca a második megállónál, és költált egy fiatal mama, egy tüskehajú fiatal mama a kislányával. Egy ilyen 4 éves korú kislányjal, aki mint a zsinóron húzták volna, oda vágódott, oda ment ez a 2 borzalmas kislányhoz, megállt köztük, rájuk nézett, és azt mondta, hogy sziasztok, lányok! És a 2 lánynak elállt a szava. És mondta, hogy sziasztok! Arról belülnek el azt mondja, hogy az öregbe ülök, jó? És megoda mondta az öregbe. És hogy hívnak jól ezt a lányok? Azt mondja, Dombor! És akkor a Dombor elkezdett a lányokkal beszélgetni. És innentől, ha nem vagyok ott, nem is tudom elképzelni. Erről a 2 kislány, ment le ez a szeretesség, ez a mocsadék, ez a rossz, ez az egész, ami csicsicsókát játszottak, piros kacsi, elvoltak, és olyan jó ízű együttes lett, hogy nem volt elképzelhető. Mintha az unoka testvérükkel, vagy a hudukkal játszottak volna. És akkor elérkeztünk egy megállóhoz, és a mama is nagyon jól viselkedett. Nem mondta, hogy gyere innen gombolt, gyere, na elég rémisztett voltam. De nem, ott állt, figyelte őket, és amikor jött az idő, hogy leszállnak, akkor mondta, hogy készülj gombolt, köszönj el a lányoktól, leszállunk. Akkor a gombolt elköszönjük, leszálltak, a mama még fölemelte, mert a gombolt integetni akartak. Lent a járd a szegélyből, és akkor a villamos elment, és nekem, hogy igazán drámai vagy olyan szorító, szívszorító pillanat akkor volt, amikor a gombolt elment, a villamos elindult, és a 2 lány visszajött a helyére. Mert úgy már nem tudtak, mert már úgy nem viseltettek, ahogy előtt. És helyette meg nem volt éppen más, és nem volt ott a gombolt, aki segített volna. És aztán így gondolatták egymást, hogy a gombolt milyen helyes volt, és aztán leszálltak a következőn, és elmentek. És amikor leírtam ezt a történetet, azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi történt? Mi történt az alatt a 5-8 perc alatt? Azt éreztem, hogy ez a kislány, aki oda ment, kiválasztotta őket. Miért őket? Miért őket? Tehát én is egy éleset, én is ott voltam. Én nem voltam, hogy egy akció, hogy hozzá sem mennek. A ő hozzájuk, nem? Azzal, hogy őket választotta, őket akarta, ez a 2 lány pontosan érezte, azt éreztette, hogy őket szeretik. Ha az ember kiválasztják és akarják, akkor őket szeretik. Ha meg szeretik, akkor meg nincs semmi baj. Akkor nem kell kiabálni, nem kell fújnom, akkor semmit nem kell csinálnom, mert akkor a jó van.
És ez a gyerek ezt a szép lányt erre az időre megváltotta, azt érezte. Egyszerűen ennyi történt. És hogy ennyi számít az, hogy az ember a másikat elfogadja. És azért jó a drámákkal is találkozni. Mert az ember pontosan tudja, hogy nincs vége. Azt látja, az igazolódik is. Az Attila megnyitotta az almás, csinálja az életüket. És lassan és döcögve, de minden rendben van. Hogy ahol rend van, ahol elindul valami jól, akkor az folytatódik jól. Mindenféle kitérőkkel együtt. Nekem ezek a találkozások a titkok, amiket ha most nagyon elkezdenünk külön-külön a történeteket, minden utat vannak. Az enyémbe is, az enyémbe is. És ezért jó visszakeresgetni. És ezért jó mesélni a gyerekeknek. És ezért volt nekem aztán, nem is tudom, egy ilyen életre szóló, vagy nem is tudom, mi a halálra szóló, az egész mindenre szóló találkozása az édesanyámmal. És meg kéne nézni, mennyi idő van és mennyi film. Még mondja? Azt most azért mondok egy, majd aztán még tovább. Nekem volt egy fél évi telefonom, ilyen kis mobiltelefon, és aztán visszaadta, de nem bírta. Mert kikapcsolni nem tudtam. SMS-elni nem bírtam, nem volt türelmem hozzá. És azt éreztem, hogy mindig mindenit belekiabál az életemben. Hát, mindig ott van, mindig megszólal, nincs egyszerű, nem. És azért farizeus vagyok, tehát a férjem telefonját használom. Nem olyan régen voltam valamilyen, nem is tudom, kollégiumban, voltam egy egyházi kollégiumban, és ott az igazgató egy jezsuita, nagyon humoros, derűs, jóízű pap volt, és nem volt telefon, azt kérdezett, mondtam neki, hogy nem valamit, tudna nekem segíteni a telefonnál, mi azt mondom. Azt mondom, mint telefon? Mondom, nincs telefon. Azt mondja, tudja, mai világban, ha valakinek nincs telefonja, akkor gyanús, hogy egy kicsit stop! Akkor pedig valami! Tudom, nem vagyok biztos arra, hogy nincs telefonom, de még mindig jól jött, és még mindig tartom az állásaimat. De rászoruló. Az az igazság, hogy rászoruló. Na, telefon. Szóval rászorulok a telefonra, és használom is, amikor. Na de hát az ember különböző helyzetekre kerül. Vártam egy kolléganőmet a Batthyány térre, csúcsforgalom Budapest. Megjött. Már 20 percre várom, mint a jó Isten, most azért jó lenne a telefon. Lehet, hogy én nem tudom. Ez a nő olyan, mint a svájci óraportos. Na de nem volt. És akkor gondoltam, az embereknek mindenkinek van a telefonja, meg fogom kérni, hogy ne maradjuk el. És akkor jöttek ott az utcán, állok a sarkon. Na ne maradjuk el egy mobil hívás, egy mobil. Senki nem van. Mert vagy kéregetőnek néztek, vagy hívás, szakítás írjó valakinek, és nem tudtak meg. Rájöttem, hogy akkor elővettem még az a papír 200-as oldalomba,
És így jogoztattam, és mondtam, hogy bocsánat, kifizetem, csak egy mobilizás, bocsánat, kifizetem. A végre nem kérdem. Most ide is egy zárójel. Nem tudom, hogy hogy van a tele. Az emberek, mi elfelejtettünk kérni. Mert ugye az ember fél a visszautasítástól. Tehát nem szólítom meg, hogy bocsánat, hol van a karintézika. Elnézést kérek. Inkább megpróbálok. Azt mondja, elég ilyen. Szóval nem volt túl kedves, azt mondja, hogy tessék. Az a helyzet, hogy kifizetem csak egy mobilhívás segítsen meg. Nincs mobilja? Nem, nincsen. Elég lett a az a baj, hogy a szemlegem sincs. Ahogy, hát akkor tessék mondtam. Most nekem, mivel nincs mobilja, egy ilyen nagy noteszem van, és az én kapott szépesége van, mint a szél, elküldte a lapjait. Borzalmas levelet volt, míg összeszedtem, és mondtam, hogy ne haragudjunk, szövetűnél a szemere lázul a kereset. Szerintette oda az emberi, csókolom, le is beszéljen! Olyan jó volt, kiderült egy jó helyen álltam a déli nézőhez. A fiú nem fogadta el a kép, hanem köszönöm, de nem köszönöm meg, azt mondja, nekem is egy jó kis jelenet. Olyan jó ízű volt, hogy ott az elvidegedett főváros egyik forgalmas helyén, hogy lett egy jó pillanat. Vagy a másik az egy parkolóban, akkor is vártam valakire, és Ámosi András Hegedűsre vártam, és később, ahhoz már tudtam a telefonszámot, költésztettem, és ott egy ilyen parkoló volt, mindenki mobillal a külön szállt vásárcsalmunkból. Mondom, hogy elhaladjam, illan el tudjuk. Persze, tessék, jobban van, hogy a háromszázszerűen autó, és a végén mondom, hogy ne haladjam, fogadja el. Ugyan kérem, majd elment a parkoló autónak elhagyottam, tisztel láttam, aztán láttam, valamit, ha visszajöttem, sokkal meg 150 forintot, mégis esélyt. Ez is olyan jó volt. Lett egy kapcsolat. De nekem a legkedvesebb mobilos történetem, vagy telefonos történetem. Ezt tulajdonképpen nem velem esett meg, a délen utaztam reggel. És mindenki olyan, hát reggel az ember. Egy kicsit kipihentett, hosszabb munkába indulni, és sietett mindenki. És ez a két, megáll két állomás között, úgy emléknek akintem előtt, és sekély se fog a népvára. Az emberek mindenki, Úristen, nem csak jó. És akkor a nem volt még divatva mobil, de már néhány embernek, azt tudtuk, hogy van, de még az, hogy így elterjedt volna, hogy mindenki furton furt villamoson viszont, utcán, de mindenki beszélt, azt nem szoktuk, mert tényleg még nem volt. Egy rövid idő volt ez, de még akkor így volt. Egyszer csak, hogy az állat évedbe a bizonytalan üdvedes hangulatba, megszólal valakinek a mobil. A peronon átjárt a helyének, reggel volt, szorosan, tömeg volt. Egy ilyen, hát most hogy mondjam, egy igazi mintó fiatal ember volt, az ő zsebébe szólt a telefon, tölvette, kimagaslott, tőle meg ilyen három emberre állt, kimagaslott a tömegből, és így, és elkerekítve, károkodva, szitta a kéne, csúnyán, hangosan ott mindenki, mindenki látunk volt, egyrészt nem szokta meg az ember, másrészt meg tényleg voltam most volt.
Aztán mondta, oda élek, kilencre, majd meglátom, azt és mondta, kilencre, várjatok meg a küszöbön. Abba hagyta el, és csöngyelt a hét. Elraktam. És ekkor megszólalt a hangos beszélő, és azt mondta, hogy körülbelül 10 percre indulunk tovább, vezető szakadás van, lehet, hogy negyed óra, de elnézést kérünk. Akkor tényleg hír pálya volt, hol nem tudom. Na, a közönség egy kicsit elhallgatott. És ekkor négyes ülésből, kettővel odébről egy ilyen nagyon vékony hangon egy idős néni nyújtotta a kezét, mint az iskolát, és azt mondta. Kedves jó fiatal ember, azon a telefonnal segítsen neked! A unokákra vagyok vigyázni, és még sose késtem! Kérje, odaért a néninek, valaki gondolja, betöltött a néni, volt egy ilyen kis korgó csapka, elállította fel a kérdője alá, üvére, és azt mondja, hogy Szervusz, Bogaram, én vagyok a nagymama, képzeljétek el, késik a hülyég, és én is késni fogom. És nyilván mondták, hogy a nagymama, honnan beszélek. Jaj, hát van egy édes drága gyermekem! Itt a minden! És amikor ezt mondta, tőle három emberre a fiatal ember így. Így húzta kimondott, és arra lett a három évet, hogy tényleg édes drága volt, és körülbelül így, mint így, mindent jön, meg a fiatal ember. Ha nem is ennyire nyíltan, de a, és mindenki örült, hogy a nagymama oda fog érni, hogy a gyerekek megnyugodtak, hogy a fiatal embernek édes fázat. És meg nagyon jó, hogyha néha hiányzik a mert lesz egy kapcsolat, ami nem biztos, hogy lenne. Nem biztos, hogy olyan helyzeteket teremtene, ez főleg nagyvárosban mondom. Hasznos dolog, és én is most már használni szomorú, hogy a családban rám parancsol, de a hiányt az ember ki tudja tölteni, és mindig ki tudjuk tölteni. Mert pont az, nekem ezek a találkozások mindarról szólnak, hogy nincs bennük van, hogy benne van az ember felvődni, hogy csak alkalom kell, és mindig kívüljön. Akkor megpróbálom előbb az egyiket. Sopronban kezdtem. Szépváros. Tényleg a másik oldal. Sopronban unasztam, és megkérte a színész, egy fiatal, hát a fiatal színész, hogy 40-40 körülig volt akkor. Bóci Péternek hívják, hogy nézzem meg egy előadását, de már évek óta kérte, és hónapok, hosszú hónapok kérte. És mondtam, hogy jó, január egy nyugodtabb az ünnepek. Mert vége, van egy kis luk, január elején ember. Így is volt. Köszönöm a vonatra, és ugye hosszú út, van idő, és az ember, én mindig viszont magammal, vagy sokszor viszont magammal, olvasni valót, most egy vastag könyvet hittem az annak a reményát, Nozdor könyvét, nagyon szeretem, újraolvasni is jó, minden jó. Na, elkezdtem olvasni, és azon a télen nem esett a hó még, és akkor elhagyott a szakadánynak, elkezdt ilyen nagy, sűrű teherbe esni a hó, de a hó olyan, olyan volt, mint egy mese. Én olvasom a könyvet. Jaj, Istenem, Oroszország. Már nem is akartam Sopronba menni, de nagyon jó érzés volt, az egész lehet volt a vonat, a bőtöni valak. Ezek kimentem a felolra, már jócskán. Mentem volna, és láttam, hogy mit van a
ajtó horgatott, becsapott a hó, és minden meghagyott, minden kés. Sikos volt, ott is, ez veszélyes volt valakitek, mondom, úristen, tényleg szívén. Na, na, olvastam tovább, és biztos ismerik ezt a érzést, az ember nagyon benne van egy jó zenében, egy jó könyvbe, egy jó beszélgetésbe, nem is akar abból kimászni, egy jó film. Hanem néha kiújtál, én például nem szerettem felállni és kimenni az utcára, még a régi is időben. De teljesen el voltam, igazán varázsolódva. Ha áll a jó film volt. Na, szóval teljesen oda voltam az egész kutatástól, a könyvtől, és amikor ki vége volt, és sokszor odaértünk, akkor hát ez nehéz volt leszállni. Téldig ért a hó. Téldig érő hó volt Sopronban, és mivel január eleje volt, még égtek a városba ezek a gyönyörű karácsonyi fények, akkor még nem is volt a nagy divat mindenütt ezeket a fényeket fölrakni. Na ott állt a peronon, a hóba, téldig érő hóba ez a kedves fiatal ember, ez egy magas, olyan, mint egy külügyi figura, ez a színész, elkésült hajjal, hosszú előtővel, és havas, és mondom neki, kedvi csokorom, mondom, Péter, hűl csak hajjal. Azt mondja, tessék. Azt mondja, de nincs bar. Lehet, hogy nem akar lenni, de hülyeskedtünk persze, és mondja, hogy aztán figyünk meg egy pár. Mondom, ha pintad egy konyak, na mindegy, előző megint a konyakon, én megintem a konyakot, hogy kávét, és nem kell próbálni a színházba. Én meg nem tudom, hogy miért, mert mivel másnap kapuvára utaztam, amit nincs messze onnan, foglaltam helyet a partnerül az állóra egy ilyen kis szobát, de azt éreztem, hogy én nem akarok a partnerül az állóba most elmenni, hát én nem tudom, hogy a hó, a könyv, ez a konyak, de aki szembe jött, hogy mit tanulnak, aki bocsánat, hogy nincs valami kis szállásra és akkor ezt elmondtam legalább, mert egy bácsi vissza az unokáit, egy ilyen nagypapakorú bácsi volt, hanem kedvesen haragudni. Nincs maguknál ott, hogy nekem egy kis szoba éjszakára. Ott a túlimpon. Másodban, ott a pannonban szállom, nem ezzel a szakszobán. Jó, mindegy, tudom, hogy egy házmesternek tekerített a magatnak a ház előtt. És mondom neki, tudom, nincs itt benne a házban, nekem csak akár csak egy ágy éjszakára. Azt mondja, rám nézett, ez nem ilyen ház. De úgy, hogy nem volt szállás, nem akár, nem volt a kívül volt a színházban. És a színház előtt egy nagy kérdés, sokszor van, hát nem is olyan nagy kérdés, és egy kicsi ablak, a boltnak az ablaka kirakadt a világban, egész kicsi volt, előjelent volt nyitva, ott volt körül az ásványa. És akkor én oda csiringelt az ajtó. Az jó. Ha ajtó csiringel egy bolt, ajtó az nem rossz. És akkor egy régi fajta, az a kontyos, hátul kicsi kont, egy idős néni volt, egy idős föld volt a boltban, magasztáli fűzés cipővel, és ilyen tettenhet, ilyen nagy döntési valamban. Mondom, hogy ne tessék valami, nem tettük, hogy nekem valami szállást itt Sopronba éjszakára, színházban megyek. Azt mondja, így. Jaj, drágám, hát én sem megyek ki Sopronból társadalom, napra fél. A magnál alszom a barátnőmért, alig a maga is a magi is. Mondom, de hát, és a magi, ő a magi szereti a meglepetéseket, januárban a diákoknak ki szokta adni a szobáit. Tudom, akkor szépen, ilyen vizsgálat. Az imádja a legyet, és akkor azt mondja, hogy jöjjön csak, és mondta, hogy de a színház későn van vége, nem tudom, azt mondja, tényleg beszélgetünk,
Nagyon-nagyon boldogok leszünk. Nagyon jó. Azt mondja, hogy nem kell könyvnek. Mondja a címet, hogy Kárc utca 3. Elmagyarázta a kis sikától. Átmegy az ötletet. Kiasztél onnan, balra, végbalra, megtalálom. Nincs ennyire messze. Jó. Várja német. Hívták, ne felejtsék szemről. Ja, és nagyon-nagyon helyes volt. És se a nevemet nem tudta, nem tudta a újságíró nevemre. Na és akkor elmentem a kiházba, jó volt a darab, utána párizgáztuk egyet a büfébe. A színészek egy hókotróval lehúztuk a testre, és mentem volna a Kárci házba. Ott állt a kapuban már jönni. Mondom, Mária, akkor nem mehetek a magukhoz. Azt mondja, de hogy nem, drága. Csak rosszul mondtam a címet. Nem három, hanem öt. Hanem az otthon mellett. Jaj, drágám, ott van, hogy kanyarog az utca, nem akarom, hogy éjszaka van. Sötét van, sokkal, mégiscsak egy hirtam, még a fennük nem szabad eljött. 85 legalább volt. De nem állítják elő is egy külön kis kintarlókot. Szóval kis kalapjával, kis fűzéscipőjével elindultunk át a sikátoron, és kiértünk a piactérre. A piactér egy ilyen világított tér volt, szűz hó, ember nem járt, mint valaki, kire gondolom a nagyjönyőt. Mindenki csak látom, a kerítés mellett egy hosszú nyilakat hóba rajzolva, aláírva, nem három, öt. Hát mondom, hogy várja. Azt mondja, én voltam rá, hát csak nem fogta eltévedni. Közeléket kijöttük a kis utáig. És onnantól kezdve minden kerítésen. Egy-egy autón, ott. Magdából, nem hallott ön! És amikor megjöttem, nem várom őt elé, akkor ott volt, ott állt a Magdi néni, ő volt a harciasabb, és hat gyertya égett az ablakban. Hat, itt is hat, mondom, hát ezt megtaláltam volna. Nem a vendég, az vendég, azt mondja a Magdi néni, na végre, hogy hazajöttek. Nagyvállalóak voltak. Az egyikük az azt mondta, hogy soha nem jövök el nagyvállalóról, soha bármit csinálok. Ez volt a Mária Menni. Magdi Menni azt mondta, ahogy lehet, kiteszem a lábam, ha vissza nem jövök ide. Aztán mind a tetten eltöltek és elkeveredtek a Mária Menni után. Ők óvodától együtt jártak, elvégezték az óvónőkészőt, és mindig együtt dolgok, együtt így dolgoztak. És amikor elkeveredtek errefelé, akkor 18 évre elkezdték egymást. Előtte, hogy mi találkoztunk, jött voltam, előtte való két évvel találkoztam, véletlenül sokkal van a szükség. És olyan drágák voltak, olyanokat meséltek el az életükről, meg ből, amit az ember azért nem, hogy is mondjam, ajándék történetek. Azt mondja a Mária Mendes, mert tudod, drágám volt, mert kérdezem, hogy hány éveset tettem. Azt ez a maguk. Volt neked gyerekszobád? Hát azért kérdeztük ki tőle, hogy hány évet, hogy nem fogjuk. Megmondták meg. De úgy vissza számolgattam, mondom, 85-86 ekkor jártattak, és csillogották el. Ilyen csillogós, mesélős arccal ott a kicsit. Nagyon-nagyon drágás volt. És aztán tudod, és mondtam, hogy hát úgy csillog a szemünk, annyi élet van, olyan, azt mert tudod, volt nekünk egy kapcsolatunk. Az utolsó évben oda hívott magához minket, és azt mondta, hogy lányok,
nektek úgy csillog a szemetek. Ezt őrizzétek meg már, hogy a később is, a férhez nektek. Ha főztök a formában, a gyereketnek, hogyha halottak most akkor, ha bementek a hálózatban, a hálózatban. Ez a csillogás legyen ott veletek mindig, de mindenki ebben kapaszkodik. És azt mondja, és amikor ők így elmondtak nekik, és úgy találod, hogy mindig csillog. De minden! Sok mindenről meséltek. Sok baj volt, sok dráma, sok temetés, sok tan. És akkor másnap reggel, akkor kikísértek, ellekéstem a kapuváli húztestet, tehát ők a másik, akkor azt mondtam, hogy van idéni a várjálni a Magdinak. Azt mondta, Magdi, ez a szegény első. Miért küldted oda föl abba a hideg szobára? Mondja, hát tudod, amikor ide jó, még teljesen hidegen volt. Pár évvel ezelőtt nem olyan az én ügyen, írta Mária néni, sokra voltásról. Azt mondja, és akkor tudta meg, hogy megírtam ezt a történetet, és elküldtem neki. És akkor tudta meg, hogy újság, és akkor azt mondja, írd meg abba a fel újságot egyszer. Hogy sokra voltás engem, nem is tudom hány év után, végre kire fogadott. Nagyon helyes volt. Szóval, hogy ezek, és mindig az derül ki, hogy na, ugye a találkozások mögött kaland van, a kaland, vagy a kalandból találkozás lesz, akkor meg. Nekem egy csomó olyan titok. Na, nem is mondom, csak ez ilyen talált gyöngyök, vagy itt nem tudom, hogy ezt nevezem. Szóval, hogy nagyon szeretek táncolni, és egy társamkor, kaptam egy ilyen nyomtatott, gyönyörű, merített papíron egy báli meghívó, de hát nem akármilyen bálba, hanem az akkori olasz nagykövet, ilyen mulatós ember volt, és mindig rendezett állatszott. És minden évben adott egy témát, hogy mi legyen, és akkor a opera hősséget lehet ebbe volt. És egyébként megkapja ezt a neki volt, ha mondja, olyan boldog volt, rosszom a férjeleknek, figyelj, igazi báli meghívó, az milyen, állatsz és bál, olvasznak. Na, azt mondja, én ide nem tegyek. Hát mondom, hát mi az, hogy nem össze? Hát ez egy ilyen, de nem, ő nem megy el. Nem szereti a találkozást, azt mondja. Na, próbáltam, tudjuk, egy hétig mondtam, hogy nem, 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 hát azt tudom, hogy itt a tátor. Hát mondja, hát azt igen, de hát az ember egy nő, a szeret egy kicsit, hogy nem bírom, hogy nem érdekes. Nem jött el. Fiam azt mondja, hogy mama, én eljött el. Hát nem azt írnom a hátamra, hogy a fiam az vagy, hogy nem érdekes. Mégis, amikor szóval eljött, jó, de a lányom azt mondja, hogy te mama, én meg tudok olaszul, én is eljön. Azok nem betölni kell, mert bántom. Na gondolom, ha ő is eljön, ezek kettenek is fognak látni. Én sem. Te mindegy, elmentünk. Én tudom, hogy cigányok szerint öltöztem az a csénának a, mit tudom én, a tubajú vagy a melyikről, nem tudom melyikről, aki megégetnek. Piros, szokna, fegyek, húz, gyöngyök, és na, úgy volt, ahogy mondtam, hogy mondtam a férjének, figyelj, hogy itt mindenki párba lesz. Azért ez egy ilyen kérdés, hogy így is volt. Árva ember, sehol mindenki párba, gyönyörű, rokokó, jelmezet, mindenki életre lesz. És én ott csátoltuk a gyerekem, persze, mint a kerülőre elhívt a fiam, de egy ilyen kerek asztalnál is ültünk, és tényleg, tényleg, mondjam, Uramisten, és már szólt egy zene. És büfé volt, úgyhogy a büfék, akik kézzel lehetett. És tudom, hogy azt éreztem, hogy ismeritek, amikor egy ember tetezselnek árul, az a halál. Kész, akkor arra kell menni szépen. Köszönöm nagyon, hogy mi találkoztam. Thank you.
Thank you.